Köszöntök mindenkit, sziasztok! A nyaraláshoz ideális idő lesz a következő napokban, ugyanis meleg, napos nyári időre készülhetünk. Csapadék még inkább holnap lehet néhány zivatarzápor formájában, főként a déli országrészben, a következő napokban azonban száraz idő ígérkezik. Némi változás majd a jövő hét elején jöhet, de mindenek előtt nézzük meg azt a frontrendszert, amely még jelenleg alakítja időjárásunkat. Ahogy láthatjátok, jó hosszan elnyúlik ez a felhősáv, amelynek inkább már csak a gyenge, hidegfronti szakasza ér el minket, valamint ez a front ez egy kissé behullámzik is, de ahogy láthatjátok, a felhőzet is egyre inkább meg fog szűnni majd holnap a nap folyamán, ugyanis ez a frontzóna szépen majd feloszlik felettünk. Utána pedig a tőlünk délnyugatra lévő anticiklon fogja majd egyre jobban erősíteni a hatását térségünk felett. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai órában már megkezdődik a felhőzetnek a felszakadozása, csökkenése, de azért erősen felhős területek még több helyen lehetnek. A legkevesebb felhő az várhatóan az északnyugati, illetve északi tájakon lesz. Még némi csapadékra is kell készülni, igaz egyre kevesebb helyen alakul majd ki zápor-zivatar, de főként az országnak az északkeleti tájain, valamint a délnyugati részeken éjszaka, esetleg még a reggeli órákban is lehet záporra-zivatarra készülni. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között valószínű, hűvösebbre a kevésbé felhős északnyugati, északi részeken készülhetünk. Aztán holnap napközben tovább fog majd csökkenni a felhőzet, és sok napsütésre számíthatunk. Emellett azért gomoly felhők is képződnek majd, főként a déli, délkeleti tájakon, itt még néhány zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, de már egyáltalán nem ez lesz a jellemző. A csúcshőmérséklet többnyire 30 fok környékén alakul, 29 és 34 fok közé fog majd jellemzően fölmelegedni a hőmérséklet a délutáni órákra. Emellett pedig a szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz. A Balaton térségében is kellemes lesz majd az idő, így a strandolóknak nem lesz okuk szomorkodásra. Ahogy láthatjátok is, tavaink környékén is napos idő várható, 30 fok körüli, 30 fok feletti hőmérsékletekre készülhetünk, ráadásul a víz is kellemesen meleg lesz. Így semmi akadálya nem lesz annak, hogy például a kék szalagot megrendezzék, vagy pedig hétvégén a Balaton átúszást. És hogyha már a távolabbi kilátásoknál tartunk, akkor gyorsan mutatok is nektek egy valószínűségi előrejelzést. Ez Sopronra vonatkozik, amelyen láthatjátok, hogy a következő napokban 30 fok környékén alakulnak majd a csúcsértékek, és csapadékra sem kell készülni. Vasárnap a késő délutáni esti órákban már az északnyugati tájakat elérheti egy hullámzó frontálzóna, emiatt látszik, hogy a csapadék esélyek is megnövekednek már. Inkább hétfőn, kedden lehet majd nagyobb mennyiségű csapadékra készülni, elsősorban a nyugati tájakon, ám ennek mértékében még van jelentős bizonytalanság, ahogy abban is, hogy mennyire fog majd lehűlni a levegő a jövő hét elején. Én ezzel szeretném is megköszönni a figyelmeteket, és további szép napot, szép hétvégét kívánok majd nektek. Sziasztok!